Az ötnapos tábort nagyon élvezik a gyerekek Tótfaluban, köztük a tompai Savanya Szintia is, aki már több mint 6 éve kézilabdázik. Nekem nagyon szimpatikus itt egyelőre mindenki, vagy remélem így is marad. Nekem nagyon tetszik. Hát eddig minden tökéletes. Hogyan néz ki egy napotok? Melyik edzésekre fektetitek a hangsúlyt? Jobban a labdás edzésekre szoktuk, de erről létjeink is vannak. Tompáról közel 50 gyerek érkezett a kézilabda táborba, ahová elsősorban a 13 és 15 év közötti fiatalokat hozták el. Ugye, ahogy Tótfalon és Tompán is lesz 3 táborozás, mind kézilabda, mind judo, mind pedig labdarúgás szakosztályban, valamint ennek a 3 sportágnak lesz egy-egy bajnoksága, ahol megmérettetjük egymással az erőnket, valamint végezetül pedig fogunk tartani egy záró rendezvényt. Összesen 60 gyerek vesz részt a kézilabda táborban, ugyanakkor az egész projekt alatt közel 300-350 fiatalt tudnak bevonni. A programok edzésekből állnak, előadásokból, valamint kirándulásokból, amelyek próbálják a gyerekek tapasztalatait szebbé tenni, valamint az edzőknek a tapasztalatcseréjét is átfogni. A délutáni edzés után bemutatták a nemrégiben megjelent a Fiatal Sportolók Táplálkozása című könyvet, amelyet a kötet 2 társszerzője, Lepes Josszip és Halasi Szabolcs ismertetett. Erről van szó, hogy mindenképp minél közelebb legyenek ahhoz az értékekhez, a kalóriaértékekhez, ami annak az adott sportolónak szükséges, és ez nem csak azért fontos, hogy neki jó legyen a teljesítménye, hanem nagyon fontos azért is, hogy ne sérüljön le. A szerzők a jövőben igyekeznek több vajdasági településre is eljutni, hogy a gyerekek, a szülők és az edzők minél tájékozottabbak legyenek a sporttáplálkozással kapcsolatban.